Írakönyvklub az Inforádióban. A Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg Genevieve Berthold Mademoiselle S. szenvedélye című könyve. A kötetről a szerkesztőt, Védetre Zsuzsát hallják. Mademoiselle S. múlt század elején élt fiatal nő volt. A levelek egy párizsi ház pincéjéből egy költözés során kerültek elő. Ezekből egy különleges szerelem története rajzolódik ki, akár levélregénynek is nevezhetjük, bár ez nem fikció, hanem egy kordokumentum. Erotikusak, sőt időnként már-már pornografikusak. A kötetben csak Simon leveleit olvashatjuk, amelyet a szeretőjének egy bizonyos Sárnak írt. Sár nős férfi volt. Az ő levelei nem is szerepelnek a kötetben, nem is kerültek elő, de ezekből a levelekből, amelyeket Simon írt neki, rekonstruálható a teljes szerelem története, az, ahogyan megismerkednek, az első együttlétek, amelyek már nagyon merész, szexuális, szadomazó játékok alkalmat, és ezek a játékok egyre több tabut döntenek le a szerelmi együttlétek során, egyre több korlátot hágnak át, a stílus, a kifejezések, a szavak is egyre merészebbek lesznek. Védetre Zsuzsát, Genevieve Berthold, Mademoiselle S. szenvedélye című kötetének szerkesztőjét hallották.